A Spartacus nemzetközi mérkőzéseit egyelőre kénytelen Újvidéken a Karagyorgyás stadionban játszani, mivel a szabadkai pálya nem tesz eleget az UEFA követelményeinek. Az északírek kezdték jobban a találkozót, a 23. percben McCauley révén jutottak vezetéshez. A szabadkaiaknak csak a bírói ráadás utolsó percében sikerült az egyenlítés. Egy beívelt labdánál a játékvezető megítélése szerint a Coleraine védelme szabálytalan volt, és büntetőhöz jutottak a kékfehérek. A 11-es Szávkovics értékesítette. A Spartak így döntetlennel utazik a visszavágóra. But disappointed, obviously. After taking the lead very early, we're really disappointed he conceded in the last minute. But coming away from home and getting a 1-1 draw, if somebody had said at the start that we would a 1-1 draw, yes, we'd have taken it. A szabadkaiak vezetőedzője neheztelt játékosaira, mert nem úgy játszottak, ahogyan megbeszélték. Myslím, da je to vođstvo Coleraina bilo proizvod naše slabe igre, naše bezvoljne igre i naše bezidejne igre u prvom poluvremenu. Naročito tih prvi 25 minuta, kad smo počeli tek da igramo posljednjih 5 minuta, ulaskom Afuma, našeg napadača, mislim da smo počeli da dobijamo na probojnosti, da smo počeli polako da igramo, da dobijamo obrise naše igre, ono koje stalno igramo. A párharc győztese a második fordulóban a Sparta Prágával mérkőzik meg.